Már régen találkoztunk ennyire ocsmány, gusztustalan provokációval, ami a hitünket, vallásunkat, meggyőződésünket érte. Ezt mondta a hiradó.hu-nak Kövér László. Az országgyűlés elnöke a Norvég Posta reklámjával kapcsolatban fogalmazott így, a kisfilmben a Mikulást homoszexuálisként ábrázolták. Közben nagy felháborodást váltott ki Európában, hogy az egyik LMBTQ magazin címlapján transznemű szűzmáriaként pózol az Európai Parlament LMBTQ ügyi nagykövete. Transznemű szűzmáriaként pózol az Európai Parlament LMBTQ ügyi nagykövete, erről írt a mandiner.hu. A portál bemutatta azt a fotót is, amelyen a szakállas Ricardo Simonetti transznemű szűzmáriának költözve áll mellette pedig egy fekete férfi, mint Jézus nevelő apja József. A kép egy LMBTQ magazin címlapján jelent meg. Az Európai Parlament LMBTQ ügyekért felelős jószolgálati nagykövete közösségi oldalán is megosztotta a képet, amelyhez a következő kérdést fűzte. Ha azt veszük, hogy Jézus sem volt fehér, akkor akár azt is hihetjük, hogy Szűz Máriának szakálla volt, nem? Ez pedig már a Norvég Posta idei karácsonyi reklámja. Az Amikor Harry találkozott a Mikulással című alkotásban egy férfi és a Mikulás között bontakozik ki romantikus kapcsolat. A reklám végén pedig szájon is csókolják egymást. Már régen találkoztunk ennyire ocsmány, guztustalan provokációval, ami a hitünket, vallásunkat, meggyőződésünket érte. Ezt mondta az országgyűlés elnöke a híradó.hu nak a Norvég posta hirdetéséről. Kövér László hozzátette, két súlyosbító tényező is van a reklámmal kapcsolatban. Egyrésztről, hogy egy állami intézményről van szó, tehát nem Soros Gyuri bácsi NGO-iról, másodszorban pedig, hogy ez a, a gyermekeinknek a, a legkedvesebb ünnepei egyikét gyalázza meg. Tehát mindennek van határa, mondhatnánk, csak úgy látszik, hogy az ajasságnak és az abszurditásnak nincsen. Közben Brüsszel perrel fenyegeti Magyarországot az LMBTQ vitában. Az Európai Bizottság két hónapot adott, hogy a magyar kormány lépjen a gyermekvédelmi törvény és az LMBTQ mesekönyv ügyében. A bizottság csütörtökön azt közölte, hogy újabb szakaszba léptette a hazánk ellen kezdeményezett kötelezettségszegési eljárásokat. Az igazságügyi miniszter a Facebook oldalán kommentálta a vita folytatását. Varga Judit kiemelte: Magyarország jogi érvek mentén részletesen kifejtette az álláspontját, de az Európai Bizottság ezt rendre figyelmen kívül hagyja, és egyből ideológiai hadviselésbe kezd. Minden Európai Uniós szerződés szerint, amit Magyarország valaha elfogadott, aláírt és ratifikált, a gyereknevelés nemzeti hatáskörbe tartozik, közölte a miniszter. Varga Judit hozzátette, az a leghelyesebb, ha az emberek népszavazáson döntik el a gyermekvédelemmel kapcsolatos vitát.